A korábbi tiszántúli takarékkupa 7 év után új névadót kapott, a 200 ezer forint összdíjazású tornát viszont a megszokott helyszínen a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában rendezték meg. A kétnapos tornára 24 együttes nevezését fogadták el a szervezők. A csapatok 4 megyéből érkeztek, a legtávolabbi helyről Csákvárról a Robbers FC Csákvár csapata érkezett, és egy fantasztikus csapatot hozott el a csapatvezető ide, aki már játszott itt ezen a tornán, hiszen 2 évvel ezelőtt itt voltak, és most is már úgy búcsúztak el, hogy jövőre ismét vissza fognak jönni. A megye különböző pontjairól 9 településről jöttek el a csapatok, Borsodból, Hajdúból és Szabolcsból még szintén érkeztek, és hát kitüntető dolog számomra, hogy a városi kispályás labdarúgó bajnokságból nagyon sok csapat itt volt, igaz, hogy egy kicsit megerősítve, de nagyon jó szint hoztak a tornába. Mint Dajka László elmondta, nagyon kiegyenlített volt a torna mezőnye. Sok mérkőzésen csak egyetlen egy gólon múlott a győzelem, úgy dőlt el a végső eredmény, és 4 alkalommal 0-0-ás eredmény született, ebből is látszik, hogy milyen kiegyensúlyozott képességű csapatok szerepeltek. Érdekesség, hogy 4-szer már a döntőbe kerülése, vagyis az elődöntőbe büntetőrugásokkal jutottak tovább a csapatok, és kiesett a tavaly mindent megnyerő Reáltate csapata, hiszen megnyerték a Kelet-Magyarország Eisman kupát, a strandfocit, megnyerték a tiszántúli takarékkupát, és majd nagyon sok más tornát. Most viszont büntetővel estek ki, 14-13-as büntető végrehajtása után sikerült a királygoldnak őket elütni a továbbjutástól. A tornát végül a Nyírségkopi nyerte a Vadászpresszó és a Gorillák Web FC előtt. A gólkirályi címet a Nyírségkopis Madzin István szerezte meg, a legjobb kapusnak a Vadászpresszó hálóőrét, Polgári Lászlót, a legjobb játékosnak pedig a Gorillás Ruska Tamást választották meg a szakemberek.